A ceglédi sportfejlesztési rendszer tavaly indult el, és mivel sikeres volt, a folytatás mellett döntöttek. Így is történt. Ebben a tanévben is rendhagyó és különleges testnevelés órák válták az iskolásokat. Három intézmény diákjai pedig már a birkózás és a cselgáncsoktatás végére is értek. Pénteken éppen a református iskolások mutatták be szüleiknek, mit is tanultak. A tapasztalatok most is jók, mondta a város sportkoordinátora. Tavaly évben itt az első évfolyamon a judó volt az, amilyen kiemelt bemutatót kapott a szövetséggel és az önkormányzat közötti együttműködésnek köszönhetően. Ott közel 60 gyerek csatlakozott a judósokhoz. Itt most két bemutatón vagyunk túl, és mind a két egyesületnél már itt is voltak jelentkezők, hogy próbálnák az adott sportágat, úgyhogy pozitívak a visszajelzések a gyerekek részéről, nagyon élvezték. És jól látható, ezért is kiváló alkalom ez a bemutató, hogy már néhány alkalom után is milyen ügyesen mozognak a kicsik a tatamin. A programban természetesen nem szerepel minden olyan sportág, amit Cegléden jelen van, de ez a hat sportág is kiváló alap, mondta Kőházi Ádám. Ezt azt gondolom, hogy azért a legfontosabb mozgásmintákat ezekből a sportágokból, amit így egységesen összeraktunk, azt el lehet sajátítani. Nyilván abban el lehet gondolkodni, hogy ezt lehet még bővíteni. Azt tudni kell, hogy ezek a szakosztályok, egyesületek ezt ingyenesen vállalták, hogy ezeket az oktatásokat elvégzik. Ezt nem minden szakosztály vagy egyesület tudja az anyagi feltételeinek alapján megteremteni, hiszen mondjuk nincsen felállású edzője, aki napközben be tudna menni, mert mellette dolgozik. Úgyhogy de vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy lehet ezt is majd megoldani. A program tehát sikeres, és a visszajelzések nem csak a gyerekek, de a birkózó és cselgáncs olimpikonjaink részéről is jók. Örömmel fogadták már a kezdeményezést is, és örömmel vesznek részt, amikor csak tehetik, akár a testnevelés órákon, akár a bemutatókon. Most éppen Ungvári Miklossal találkozhattak a gyerekek és a szülők. Miklós természetesen bemutatót is tartott. A programnak a remények szerint folytatása is lesz, hiszen az érdeklődés is nagy, és láthatóan a sikerélmények sem maradnak el.